Szia, ez itt az egyszakállas férfi vlogja. Most az oltásról fog beszélni, a saját oltásáról. Még januárban jelentkezett a regisztrációs formon keresztül Barazsi Ákos stratégiai döntésének a bemutatása volt a kiinduló pontja az egésznek. Barazsi Ákos azt mondta, hogy ha valaki jelentkezik, akkor a legrosszabb esetben is lemondja, vagy igazából azt mondja, hogy nem kéri az oltást, és akkor hátra kerül a sorba, de legalább rajta lesz a listán, és ha már tényleg sorra kerül, akkor tényleg megkaphatja az oltást. Ennek tudatában az egyszakállas férfi regisztráltatta úgymond a családját is. Anyukája és apukája is már megkapták az oltást, az öccse nem volt hajlandó eddig még regisztrálni, mert azt mondta, hogy jelenleg nem látja értelmét az oltásnak, viszont hamarosan szükséges lesz az oltási igazolvány, esetleg tényleg lesz hátránya is annak, aki nincs beoltatva. Mivel már tényleg 3,5 millió felé közelít a beoltottak száma, ezért most már tényleg érdemes lesz mindenkinek feliratkoznia. Április 7-én érkezett az első e-mail a házi orvostól, hogy van lehetőség Sputnik V vakcinával beoltani magát annak, aki jelentkezik. Az e-mailben felhívták a figyelmet arra, hogy egy lehetőség, és csak azok jelentkezzenek, akik megfelelnek a feltételeknek, illetve elfogadják azt, hogy ezt a vakcinát fogják kapni. Kizáró ok volt a várandóság, a jelenlegi szoptató stádiumban lévő anyaság, az, aki az elmúlt hetekben fertőzött volt, illetve kapott már vakcinát, illetve azokat is próbálták távol tartani a jelentkezéstől, akik nem szimpatizálnak a keleti vakcinával. Az egyszakállas férfi meglátta a lehetőséget, és azonnal reagált is. Másnap már jött is a hívás, hogy 14-én 8.30-ra mehet is az oltópontra. Nem a saját orvosa listájára került föl, hanem valószínű a másik orvosnál visszamondott oltásokra ürült meg a hely. Az egyszakállas férfi örült neki, hogy végre sorra kerül, viszont egyre közelebb az időpont, egyre jobban kezdett félni az oltástól, de nem magától az oltástól, hanem a szúrítól. Az, amikor egy tűvel megszúrják, az valahogy sose bírta jól, és kiskorában is kapott több oltást, és ott se az volt a problémája, hogy milyen oltást fog kapni, hanem az, hogy szúrival meg fogják szúrni. Ugyanez volt a helyzet, amikor vért adott, vagy vért vettek tőle, ugyanúgy az a tűszúrás volt az, ami fájdalmas volt. Igazából volt rossz élmény is, amikor vérvételnél nem sikerült megtalálni a vénáját, de hát ez egy másik történet. Tehát az egyszakállas férfi, hogy közeledett az időpont, egy kicsit elkezdett izgulni. Az izgulás ellenére reggel korán föl tudott kelni, hiszen 8.30-as időponthoz 7.30-ra kellett indulnia, hiszen a Móricz Zsigmond körtéről följutni a budapesti Vadaspark szélére az Országos Korányi Pulmonológiai Intézethez, hát az egy kétszállásos, tényleg egy órás utazás. Igazából az utazás ideje alatt egy kicsit fölpörgött a vérnyomása, meg az adrenalin is pörgött az egyszakállas férfiba, tényleg félt egy kicsit a szúrítól, és magától nem tudja most ezt így pontosan megfogalmazni, egy kicsit ideges volt. Hát igen, ez benne van a pakliban. És ahogy ment befele, először a kapunál találkozott katonákkal, igen, katonák segítették a nővérek és az ápolók és az orvosi személyzet munkáját. Alapvetően az első szűrés az volt, hogy fönn van a listán. Bemondta, hogy 8.30-ra ment, azon listán nem szerepelt. Aztán volt egy másik lista, amit máshonnan kaptak, és volt egy harmadik, amin ő is szerepelt. Valószínűleg ez volt az a lista, amit utólag jelentkezettek listája volt. Azután elmondták, hogy merre kell menni. Végig ki volt az oltópont
úgymond táblázva, szóval nem lehetett amúgy eltéveszteni, de azért fontosabb csomópontoknál egy-egy katona irányította az embereket, és akkor, mikor bejutott az oltópontra, akkor elsőre már azt tűnt föl, nagyon profi az egész oltópont. A belépésnél először ellenőriztek, hogy tényleg fönn van a listán. Itt, mivel tényleg egy másik orvos listáján volt fönn, ezért a harmadik embernél volt egyezés. Ezután aláírt két adat védelmi tájékoztatást, illetve egy katona az adminisztrációs sorba beállította, itt a már kitöltött lapot elvették, és pár adatot még el kellett ismételni, hogy azonos legyen azzal, ami a valóság. Ezután jött a maga az oltás. Először egy vérnyomás vizsgálatot végeztek, mert a Sputnik vakcinának van egy vérnyomás limitje. Ezt először nem sikerült abszolválni az egy szakállás férfinak, akkor kiült egy kicsit, hogy megnyugodjon, mert igazából sétált és szurítól is félt, tényleg egy szokatlan helyzet volt. A második mérés már teljesen normális adatokat mutatott. Az egy szakállas férfinak a vérnyomása egy picit magas, de nem kiugróan. Ezért is lehetett az első érték magas. Ezután pillanatokat megkapta az oltást. A szuri maga nem volt annyira vészes, tényleg mint egy szúnyogcsípés. Alapvetően alaptalan volt a félelem. Az instrukciók alapján 20 percig most kint csörgött, amíg az adminisztráció ülő katona átadta az adatlapot, illetve a következő oltás időpontja is ekkor került föl. Ekkor mondták neki, hogy várhatóan estére beázasodhat, illetve zsibbadást érezhet a karjába. Hát ez meg is történt. Eleinte még napközben nem volt semmi probléma, de ahogy telt az idő, úgy lett egyre magasabb a hőmérséklete az egyszakállas férfinak. Este már tényleg be kellett bugyalálni magát két takaróba, és folyamatos vízfogyasztással és izzadással próbálta a lázát csillapítani. Közben a karja a zsibbadástól egy kicsit hát furán viselkedett. Lényegében másfél napig az ágyat nyomta, és minimális étkezés és vízfogyasztás mellett kihordta ezt a ezeket a mellékhatásokat, és alapvetően gyorsan túl is lett rajta, innentől kezdve már csak a második oltás van hátra. Szóval örül, hogy megkapta az oltást, örül annak, hogy már túl van a mellékhatásokon, és most azt várja tényleg, hogy teljesen, vagy legalábbis nagy százalékban védett legyen a koronavírussal szemben. Az egyszakállas férfi tényleg elégedett azzal, ahogy lezajlott az oltás, örül annak, hogy sorra került, örül annak is tényleg, hogy túlesett a mellékhatásokon. Nem volt egyszerű az a másfél nap, de hát ez benne van a pakliban. Összefoglalva az egészet, kicsit túl parázta a szurival kapcsolatos negatív élményei miatt az oltást. Örült neki, hogy tényleg sorra került. Nem volt annyira szimpatikus neki, hogy egy órát utaznia kell az oltásért, mert tényleg lehetett volna közelebb is, de most fontosabbnak gondolta azt, hogy oltva legyen, mint hogy most az egy órát ide vagy oda nézze. Az egyszakállas férfi nem orvos, és nem tudós, és nem ért a vakcinákhoz. A médiából, ismeretségkörből is nagyon sok félinformáció, fake news, igazi tény kerül elő. Ő nem akarja ezt a tömeget tovább növelni, hiszen most miért lenne hitelesebb, mint akármilyen tudós, vagy akármilyen médium, nem is ez a célja, de lényegében a saját tapasztalat alapján azt bátran kimeri jelenteni, hogy mindenképpen érdemes regisztrálni a vakcinára. Tekintsünk arra, hogy ez egy stratégiai döntés. Ha rajta vagyunk a listán, akkor legalább ott a lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy nem kérjük, míg hogyha nem vagyunk a listán, akkor esélyünk se lesz arra, hogy oltást kapjunk.
illetve lehet félni az oltástól, lehet megkülönszetni a keleti és nyugati oltásokat, az egyéb technológiákat. Sajnos csak azok tudják, hogy mi van benne, akik készítették, és hogyha még tudnánk is, hogy mi van benne, mert nem vagyunk tudósok, nem vagyunk orvosok, ezért nem tudjuk ténylegesen validálni. Szóval mindenkinek a döntése megvan, de akkor van igazán döntés az ember kezébe, ha olyan döntést hoz, ahol tényleg van súlya. Mert az, aki most azt mondja, hogy úgy döntött, hogy nem iratkozik fel, az már eldöntötte, hogy biztos, hogy nem akar oltást. Viszont nem kizárt, hogy szüksége lesz rá egy, két, három hónapon belül, vagy korábban, és akkor a döntése, amit előzőleg hozott, az azt fogja eredményezni, hogy lehet, hogy a két-három hónap után még két-három hónapot kell várnia, mert a listán sokkal többen meg fog előzni. Viszont, ha tényleg stratégiai döntésként tekint erre, és az oltásra a lehetőséget kapna, akkor is azt tudja mondani, hogy nem élne vele. Az egyszakállas férfi tényleg örül neki, hogy túl van az elsőn, várja a másodikat, és remélhetőleg tényleg eredményes lesz. Eddig semmilyen negatív tapasztalata nem volt. Hello. Ciao.